Kedves nézőink, a népjóléti intézkedések és a pandémia után átvette a politika tematizálását a történelem. Mindenki tudja, hogy Ukrajnában, a szomszédságunkban háború van. Ennek hatásairól beszélgetek többek között Hargita János országgyűlési képviselővel, akit nagyon nagy tiszteletre köszöntök a stúdióban. Szép napot kívánok! Köszöntöm én is a televízió nézőit! 5-6 nap alatt megváltozott a világ szinte, körülöttünk mindenképpen Közép-Európában és talán a világban is, hiszen olyan történelmi eseményeket élünk meg, amire már nem vágytunk. A második világháború lezárása után azt hittük, hogy ennek vége, itt többet Európában háború nem lesz, hát van. Igen, az egész az sokkoló. Azt gondolom, hogy mindenkit váratlanul ért, mindenki arra készült, hogy ez nem fog bekövetkezni. Második világháború óta persze Európában már volt egyszer egy háború. A délszláv válság. Igen, itt a határaink mentén. És nyilvánvalóan 30 év távlatából azok a szörnyűségek már bennünk talán egy kicsit megkoptak. Ebbe az az ijesztő, hogy itt a világ egyik vezető hatalma, mindenképp katonai hatalma részes ennek a háborúnak. Ezért ez egy egészen más minőségű kockázat, mint a délszláv háború volt az egész világ szempontjából. És mint minden háborúnak, a teljesen ártatlan kis emberek, a gyerekek, a hétköznapi emberek az áldozatai, nem véletlenül Magyarországon is már van, ahogy a sajtót figyelem, 70-80 ezer menekült, és talán Ukrajnából lassan közelíti az 1 milliót az elmenekültek száma is, hogyha a háború tovább tart, már pedig hát egyelőre nem látjuk jelét a megegyezésnek, a békének, a fegyvercsendnek. Ez csak nőni fog, tehát ez úgy tragikus, ahogy van. Pár héttel ezelőtt itt ott Nógrádi György Bolyban egy biztonságpolitikai fórum keretében elmondta a véleményét többek között erről az ukrán-orosz feszültségről is. Hát tudjuk jól, hogy két szakadár állam vonatkozásában vagy terület, hiszen akkor két megyéről beszéltünk, ma már kikiáltották az oroszok önálló köztársaságnak mind a kettőt. Alakult ki Isten igazából nagy konfliktus Oroszország és Ukrajna között. Agresszorrá mikortól vált Oroszország? Amikor gyakorlatilag bevonult a két szakadár terület, vagy amikor már tovább ment és Ukrajna belső részeit is elkezdte ostromolni? Putyin megtámadott egy önálló országot. Persze voltak ennek ilyen előzményei, hogy elsősorban Kelet-Ukrajnában, Donbass térségében, ugye ezt elismerte első lépésként ezt a két önálló népköztársaságot, ahogy ők magukat minősíték. Ugye ez egy orosz többségű területek. Amiről mostanában jönnek a hírek, és korábban nem nagyon lehetett hallani, Putyin érvelésében az is benne van, hogy az elmúlt 8 évben ott népirtás folyt. Tehát azzal vádolja a jelenlegi ukrán állami vezetést, hogy azokon a területeken népirtást folytatott, amiről a sajtó nem nagyon tudásított, legalábbis az én. Nekem ez nem... Elmondásuk szerint 13 ezer orosz. Igen, csak mondom, embertől valahogy ez a magyar sajtónak soha nem volt része, de a világ sajtónak sem, mert azt is figyelem. Nyilvánvalóan történhettek ilyen típusú események. Nem tudom, hogy ez elég indok-e arra, hogy az oroszok megindítsák ezt a bődületes harci gépezetüket, amivel rendelkeznek, és azt gondolom, hogy nem is ez az igazi ok, ha egyáltalán az ember itt okokat kereshet. Hanem én sokkal inkább azt gondolom, hogy vagy legalább ilyen súlyos ok a NATO-nak a terjeszkedési szándéka kelet irányába. Tehát Ukrajna inkább... is kérte többek között, ugye, a NATO felvételét? Ukrajna is kérné a NATO felvételét, nyilvánvalóan ez fényévnyi távolságra van. És ezt akarják szerintem az oroszok mindenáron megakadályozni, és még ezt a szörnyűséget, amit most elkövetnek, se tartották túl nagy bűnnek, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Milyen ahhoz, hogy ezt motiváció lehet Putyinnak? Gyakorlatilag sokan mondják azt, hogy a régi nagy álma, a régi Szovjetunió visszaállítása, de hát ez egy hiú ábránd, ugye? Tehát erre esélye nincs. Önálló ezt... államokról beszélünk ma már, akár ezt... hogyha Litvániát, Lettországot és a többit nézzük. Tehát gyakorlatilag ezek megtámadása, ez már egy tényleg kivágná biztosítékot a világ. Ezt nem hiszem, hogy bármely orosz vezetőnek, Putyinnak az lenne az agyába, hogy az egykori Szovjetunió területeit, ha úgy tetszik, szó szerint Oroszországhoz integrálja.
Erre azt gondolom, hogy nem lenne lehetőségem, ez tényleg ez világégést jelentene, mert akkor már NATO tagállamokkal konfrontálódna. Én csak abból indulok ki, amit ő kommunikál ilyen szempontból. Van egy Ukrajna, egy független állam, ami Európához akar tartozni, vagy akarna tartozni, és van egy hatalmas orosz gépezet, ami ezt mindenáron meg akarja akadályozni, mondván, hogy a NATO már így is közelebb jött, mint a rendszerváltáskor ígérték. Ilyeneket olvas az ember, hogy amikor Gorbacsov még annak idején a német egyesítéshez hozzájárult, akkor azt is tudomásul vette, tehát ahhoz is hozzájárult, hogy az egyesített Németország teljes területe, tehát az nyilvánvalóan csak az Európai Unió részévé válik, hanem a NATO része is válik, de hogy akkor ígéretet kapott volna arra, erről nincsenek írásos dokumentum, hogy a NATO nem megy kelet irányba. És a NATO ment kelet irányba, teszem azt hozzá, hála Istennek, én örülök, hogy a NATO tagjai vagyunk, de a balti államok, a Lengyelországok, tehát minden közép-európai állam is bekerült ebbe a rendszerbe. Itt valamiért a vörös vérvonal a Putyinnál Ukrajna, amit ő úgy emleget, mint egykori történelmi orosz terület, és az orosz biztonság szempontjából az elfogadhatatlan, hogy a NATO kötelékének része legyen Ukrajna. Én azt gondolom, hogy a konfliktusnak ez egy lényeges kiváltó oka, és persze lehetett az is, amire ön a kérdése elején utalt, ezek a orosz ajkú szakadár államokat Ukrajna területén. Én azt gondolom, hogy a háború nem megoldás semmire, tehát nem lehet egy olyan helyzet, mondja az ember civil ésszel, hogy azt így kelljen megoldani. És azt viszont határozottan gondolom, két világégés negatív tapasztalata van a zsigereinkben, első és második világháború minden borzalma és minden magyar vesztesége. Nekünk ebből a háborúból ki kell tudni maradni. Semmilyen módon, se belső erő, se külsők minket ebben nem sodorhatnak bele. Na nézzük akkor Magyarország helyzetét, szerepét, és egyáltalán hát lehet ezt földrajzilag is nézni, meg politikailag is. Tudjuk jól, hogy Orbán Viktor pár nappal, nem volt ez olyan régen, ezelőtt járt Moszkvába, tárgyalt Putyinnal, és nem tudom, hogy miket tudtak egymással megosztani a kulisszák mögött. Szerintem biztos vagyok benne, hogy nem avatták be abba, hogy meg fogják támadni Ukrajnát. Nekünk fura a helyzetünk, hiszen ott van nekünk Kárpátalja, ott van Ukrajna, akiért tényleg belesajdul az egész világ szíve, és hát ott van Oroszország, aki egy gazdasági partner, az elmúlt időszakban egy nagyon szoros partner, gondoljuk Paks 2-re, egyéb támogatásokra, együttműködésre. Gyakorlatilag ebben a kettő szerepből kell most egy tiszta, szintiszta helyzetet deklarálni, és hát a világ fele is megmutatni, hogy Magyarország azért tudja, hogy hol a helye a világban. Ez nem kérdés nekünk. Az oroszokkal az elmúlt időszakban én azt gondolom, hogy volt egy korrekt kapcsolatunk, ami egy üzleti kapcsolat volt. Megjegyzem, a világ bármely részének, aki tehette, az üzletelt Oroszországgal, hisz mindenkinek ez gazdasági érdeke volt. Az oroszoknak is ugyanúgy az érdeke volt. Elsősorban ugye az oroszok abból élnek, hogy energiát adnak el, gondoljunk csak a gázra. Magyarország ennek áldásos hatását élvezte, a jó kapcsolatunk következtében nekünk van egy hosszú távú megállapodásunk az oroszokkal, amit mind a mai napig tartanak, tehát a gáz érkezik, és ennek eredményeként relatíve olcsón kaphatják a gázt a magyar háztartások. Én azt gondolom, ez jó, és ennek hosszú távon is így kellene működni. Most még Európa irányába, tehát nem a magyar rendszeren keresztül, de Európa is irányába is áramlik a gáz. Ez a felfoghatatlan. Egyrészt megy a gyilkos öldöklést, és a háttérben azért valamilyen módon vannak üzleti kapcsolatok, legalábbis az energia világába. Minden mást azt mondhatom, hogy az Európai Unió, és más eszköze nincs, gazdasági szankciókkal sújtja az oroszokat. Csak itt azt is látnunk kell, hogy nyilvánvalóan ez rossz Oroszországnak, de rossz azoknak is, akik ezeket a szankciókat elrendelik. Tehát amikor én egy térségi képviselőként a saját jövőbeni lehetőségeinkbe gondolkodom, akkor azt nagyon jól tudom, ha ez a háború tartósabb lesz, ez
a magyar gazdasági növekedést megint vissza fogja vetni, ugyanúgy, mint ahogy ezt a Covid tette, ennek megint negatív hatása van. Az energiaárak azok már kilőttek így is, ugye? Az energiaárak kinőttek, ez előbb-utóbb belemászik minden más árba, tehát csinálhatunk mi rezsistoppot, árstoppot előbb-utóbb, ha ez hosszú távon tartós lesz, akkor ennek van egy árfelhajtó hatása lesz. A gazdasági kapcsolataink azok nyilvánvalóan leépülnek a közös döntéseink folytán. Tehát az oroszoknak persze, hogy rossz, ezért hozzuk ezeket a döntéseket, de rossz azoknak is, akik ezt elrendelik. Kevesebb lesz a magyar növekedés, a magyar erőforrások egy jó részét nem olyan célra fordítjuk, amire egyébként ideális esetben tettük volna fejlesztésekre, hanem a háború adta kényszerhelyzetből adódóan védekezésre, további hadi kiadásokra, és így tovább. Hogy mondta a miniszterelnök úr, az persze, hogy elfogadjuk azt, hogy lesznek megszorítások Oroszország fele, szigorítások, csak nem fizessük meg az árát. Paks 2 áldozatul esett? Mi is meg fogjuk fizetni az árát. Tehát, hogyha megszorítások vannak, és korlátozzuk az orosz gazdasággal való kapcsolatát a világ többi részének, vagy a nyugati világnak, akkor ennek mi is megisszuk az árát. Persze, ha energia területére ez nem terjed ki, akkor ebben a mezőnben megmaradhatnak a gazdasági kapcsolatok köztünk, ugye itt utaltam a gázra. Paks 2, az kérdés számomra. Nem csak atomerőművet az oroszok, nem csak a Pakson építenek, zajlik egy ilyen Finnországban. Finnország is abban érdekelt, az egy sokkal előre haladottabb beruházás, hogy az befejeződjön. Akkor politizálunk okosan, ha úgy tudunk még a háború mellett is lavírozni, hogy azok a gazdasági kapcsolatok, amik létkérdés mindkét fél számára, mert az oroszok számára is persze létkérdés, azok talán fel tudnak maradni, de erre a kérdés, hogy mi lesz akár középtávon Paks 2-vel, én ma válaszolni nem tudunk. Nekünk érdekünk lenne nyilvánvalóan ezt a beruházást megvalósítani. Maga a NATO nem szállít fegyvereket a háborús területre Ukrajnának, ellenben a NATO tagállamok közül sokan ezt megteszik. Magyarország jelentette, hogy mi nem szállítunk fegyvereket tekintettel a kárpátaljai magyarságra. Mi ennek a lényege? Ez, amit elmondott, és én ezt helyeslem. Minden fegyverszállításra úgy tekintek, hogy az csak az értelmetlen öldöklést fogja elnyújtani, még kilátástalanabb lesz a helyzet. Persze Kárpátalja miatt mi meg különösen érdekeltek vagyunk. Előbb-utóbb az oroszok megtalálják a módját annak is, hogy aki mondjuk fegyverrel támogatja az ukránokat, annak valamilyen negatív következményét megtalálják. Tegnap egy szakértőt, soha nem láttam egyébként még a tévében, ezért nem tudom a nevét, tehát egy új szakértőt, az ATV-n láttam egy szakértőt, aki azt mondta, hogy Románia irányába, a román határtól 10-17 kilométert mondott, ott már becsapódott egy rakéta, és a szakértő azt mondja, hogy ilyen mozgásokat az orosz hadsereg azért tesz, mert ezeket a szállításokat, mert nyilvánvalóan hírszerzésnek erről információi vannak, ezzel akarja akadályozni. Nem hiányzik nekünk, hogy Kárpátalját is elkezdjék az oroszok bombázni. Egyelőre ugye a kárpátaljai rész a konkrét háborús konfliktusból még kimaradt, így is megszenvedik az ottaniak azzal, hogy katonának hívják be a magyarokat, hogy minden élet lehetősége elveszik ennek a régiónak, és menekülnek Magyarország irányába. Viszont minden segítséget nyilvánvalóan meg kell adni nekünk. Most érezzük, hogy mennyire más ez a helyzet, mint amikor Ázsiából jönnek az általunk gazdasági migránsoknak mondott migránsok. Ugye a nemzetközi jog szerint az első biztonságos országnak menedéket kell adnia a mindenkor háború elmenekülőknek. Nem vitás, hogy mi egy első biztonságos ország vagyunk. És ezt tennünk is kell. És teljesen mindegy, hogy kárpátaljai magyarról van szó, vagy egy ukránról van szó, hogy bárkiről legyen szó, aki Ukrajnában menekül, annak a nemzetközi jog alapján minden segítséget meg kell adni, és ez be is indult, nagyon látványosan összefog az ország, hogy segítsünk ezeken a szerencsétlen sorsú embereken. Humanitárius segítségnyújtás céljából, illetve a határ megerősítése céljából Magyar Honvédség csapatokat csoportosított át a határ mellé. Indokoltnak tartja? Hát nyilván a magyar hadsereg, ami az utóbbi időben azért ütőképesebbé tettük, mint ahogy amilyen állapotban korábban megörököltük,
ilyen esetben ott a határ térségében van feladata, és nem is azért, mert a háború, mert én arra számítanék, hogy a háború elérhet a magyar határok mellé is, hanem sokkal inkább azért, hogy a hadsereg segítse a rendőrség és a civil állam igazgatás mozgását abban a határstérségben. És nyugalmat, és nyugalmat is ad. És nyugalmat is ad. Tehát azért katonákat látni akkor, amikor mellettünk dörögnek a fegyverek, az nem elrettent, hanem sokkal inkább megnyugtatja a civileket. Képviselő úr, egy hónapon belül vagyunk már itt a választás április 3-án. Biztos vagyok benne, hogy ezt nem kalkulálta ön se be a kampányba, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen meghatározó szerepet is kap, mert hogy nem, így az elmúlt napok így át is strukturálták a kommunikációját ennek a kampánynak. Az ellenzék is váltott, gyakorlatilag arra hajaz, hogy Orbán és Putyin együttműködése milyen volt, és ezt próbálják górcső alá vonni. Ezzel szemben a magyar kormány higgadtan, nyugodtan próbálja mindezt helyére tenni. Helyben is érezhető, hogy az emberek ez iránt is nagyon érdeklődnek most? Sokkal inkább az emberekben az aggodalom van, és az együttértés a háború áldozataival. Tehát az a felfokozott hangulat, amit az ellenzék most képvisel ebben az ügyben is, és Orbán Putyin viszonyából vezeti le szinte már a háborút, tehát ezt az ostobaságot azért nyilvánvalóan a hétköznapi emberek nem képviselik. A hétköznapi ember nyugalmat és békét akar, ahogy a miniszterelnök fogalmazott, ilyenkor stratégiai nyugalomra van szükség, ezt képviseli a kormány. A túloldalban meg nyilvánvalóan ebből az eseményből is politikai hasznot akarna húzni, ez meggyőződésem, hogy nem működik. Tehát az emberek ennél sokkal racionálisabbak. Ha baj van, a nyugodt erő mellé állnak, és nem a felelősséggel nem rendelkező, de naponta valami nagy mondatot mondó hőzöngők mellé. Népüléti intézkedéseket említettem az elején a felvezetőben, és hát gyakorlatilag most csapódtak be Isten igazából idézőjelbe ezek a támogatások, hiszen a családok kapják vissza folyamatosan a befizetett adójukat, a 25 év alatti fiatal emberek, hölgyek, urak pedig adókedvezményben részesülnek, megérkezett a bónusz, most pedig már itt a 13. havi nyugdíj is az idős emberek számára. Egy kis nyugvást, megnyugvást hozott gazdaságilag ez az intézkedéscsomag az országban. Ugye erre azért volt lehetőség, mert a magyar gazdaság nagyon nagy növekedési többlet erre lehetőséget adott. És nem akarok visszamenni az előző gazdasági válsághoz, még a szocialista kormány idejében, ugye, amikor szó szerint letérdelt az ország, egy ilyen államcsőd előtti állapotban voltunk. Azóta hosszú 10-12 év alatt ebből a helyzetből kimásztunk. Ma már 4,7 millió ember dolgozik az országban, 1 millióval több, mint akkor. Ez mindennek az alapja. Tehát normalizálódott ilyen szempontból a gazdaság, sokkal több ember tevékenysége tartja el az egész államrendszert, a szociális rendszert, a kulturális rendszert, és így tovább, és így tovább. A vírus előtti két évben már volt 2x5% gazdasági növekedés, hihetetlen számok. A vírus megtörte ezt a lendületet, és a vírus után mégis, tehát a tavalyi év végén 7,1%-kal tudtunk növekedni, ami Európában a legnagyobb növekedési ütem. Ezt mondom én egy olyan növekedési többletnek, ami megteremtette az alapját annak, hogy ebből lehet visszaosztani a családoknak ebben a rendszerben, amit ön megfogalmazott. Ez azért is fontos, nem csak persze, mert jó a családoknak, hanem ez a többlet pénz, ami elkerült a családokhoz, ez fűti az idejévi növekedésünket. Én arra számítok, hogy a háború miatt is az állam a direkt beruházásait valamelyest mérsékelni fogja. Ugye az állami beruházásnak akkor van nagyon nagy szerepe, amikor a normál gazdaság nem termeli ki a beruházásokat, piacok elvesztése miatt, pandémia, Covid, gyakorlatilag ezt hozta. Ha az állam most visszafogja majd a beruházásait, mert valamelyest erre rákényszerül, az a pénztöblet, amit kihelyezett a gazdaságba, a családokba, az viszont elkezd működni. Tehát a belső kereslet lesz az idei évi növekedésünk motorja, mert azért az idei évben is azzal kalkulálunk, hogy egy 6% növekedést elérhetünk. Ha ez így van, akkor azok a nagy álmaink, amik itt a térségben is vannak fejlesztéseink kapcsán, azok elérhetőek lesznek. Persze vissza kell térnem a háborúra, ha a háború elhúzódik, annak minden növekedik követ
következménye, ezeket a szép álmokat, amit én mondok, nyilvánvalóan fékezni fogja. Persze néha be kell avatkozni az államnak a folyamatokban. Emlékszünk, amikor az építőipari árak elszabadultak, akkor is történtek intézkedések. Az árstop gyakorlatilag alapvető élelmiszerek tekintetében tett helyre dolgokat. Benzinkutakra, ha az ember elmegy tankolni, tapasztalhatja, hogy ott is működik az árstop továbbra is. Itt egy kis segítség a kiskutaknak beérkezett időközben, hiszen a nagykereskedelmi árat is beszabályozta a kormány, hogy azért ne bukjanak ezek a kiskutak. És hát ezek a beavatkozások azt is lehetővé teszik, hogy továbbra is él a rezsicsökkentés többek között, ami egy nagy novuma volt mondjuk ennek a kormánynak már az előző ciklusban is. Ezeket így mindegy hímes tojás óvni kell? Ugye akkor, amikor az infláció elszabadul, és az egész világban elszabadult az infláció, akkor a kormány vagy ezt passzívan néz, és azt mondja, hogy majd a piac lerendezi ezeket a kérdéseket, vagy belenyúl az árakba. Ez a belenyúlás az árakba, ez nem egy szeretett dolog. Egyetlen kormány se teszi ezt jó kedvel, mert tudja jó, hogy amit csinál, az csak egy átmeneti eszköz lehet, mert különben visszatérnénk a tervgazdasághoz, amiről már bebizonyosodott, hogy az nem működik. Tehát ezek az intézkedések biztos, hogy átmenetiek, és elsősorban azt célozzák, hogy az inflációt letörjük. Bődületes az infláció mindenhol Európában, nálunk is, de Kelet-Közép-Európában vagy Közép-Európában még mindig nálunk a legkisebb, és ezt ennek tudjuk be, a relatíve magas, de azért még kisebb, mint Lengyelországban, Csehországban és a többi országban, mert nyilvánvalóan ezeknek a rezsicsökkentéseknek összességében van hatása. A mi számtanunk szerint, amit én ismerek, ezek akár 3%-kal is visszafoghatják az inflációt. És persze segítség a családoknak, amikor tankolni kell menni, amikor vásárolni kell alapvető élelmiszereket, akkor ezeket átmenetileg olcsóbban lehet megvásárolni. Amit szóba hozott, hogy mennyire hát nem egy megszokott intézkedés az, amit a kormány tesz. Először befagyasztja ugye a kiskereskedelmi árat. A kiskutak kénytelenek dolgozni, mert ezt is elrendeli az állam, és naponta termeli a veszteséget, és utána megkésve, amikor látja a kormány, hogy további negatív folyamatok várhatók. És ebből baj lesz. És ebből baj lesz, akkor hoz újabb intézkedéseket, amik a piacot torzítják, de nyilvánvalóan az a számtan, amit a kormány ilyenkor elvégez, mert ezek nem rögtönzött döntések, ezek megalapozott számításon alapulnak, azok azt mondják, hogy ezt elbírja mondjuk a MOL, amikor a kormány azt mondja, hogy már pedig 480 forinton kell továbbadnod az árat a kiskereskedőknek. A kiskereskedő, igazán kicsi kutak, még mindig szerel emből dolgoznak, de már legalább nem termelnek annyi veszteséget, amit tegnap termeltek. Ha a háborún túl lennénk, ezért érek mindig vissza a háborúhoz, akkor normalizálódik a kereskedelem, mérséklődik az infláció, és így tovább, és ezeket az intézkedéseket ki lehet vezetni. Tartósan nem vihetjük magunkkal ezeket az intézkedéseket. Hétvégén volt a busójárás Mohácson, és egy kicsit az identitásról, hogy kik vagyunk mi a világban, és merre tartunk, hogy szeretnénk magyarok maradni a jövőben is, egy pár mondatot ejtsünk így beszélgetésünk végén. Persze a Mohács 500 is megér egy misét, de úgy tudom, hogy hamarosan Kövér László, Magyar Köztársaság Parlamentjének elnöke ide érkezik a térségbe, akkor ezzel részletesebben foglalkozunk. Így hát most maradjuk az identitásnál. Amikor a busójárásra elmennek az emberek, akkor látják a busókat, és nem látják, ki van a maszk mögött. Pedig ott sokat emberek vannak, sváb emberek és magyar emberek vannak. Tehát ennyit arról, hogy ez az olvasztó tége itt a Kárpát-medencében, ez milyen szépen azért összehozta az itt élő népeket. Igen, hát ugye ez egy sokat népszokás, Balkánról jött népszokás, de ahogy a szerkesztő úr említette, ma már a mohácsi családok mindegyike része ennek a népszokásnak, és kicsi gyerekektől kezdve már belenőnek ebbe a rendszerbe. Most egy rajzvejszelen voltam gyerekek között, a legkisebbek még csak rajzolnak, a kicsit nagyobbak már busúcsoportokba tömörülnek, és az édesapjuk nyilvánvalóan viszi be őket ebbe a rendszerbe. A busójárás az nem csak egy hét Mohácson, hanem ez egy éves felkészülés. Tehát a civil busószer szervezetek élik a normál életüket, és készülnek évente erre a nagy rendezvényre, ami tényleg Mohács és a térség identitásának egy nagyon szép megnyilvánulása. A polgármester úr erkélyéről, a városháza erkélyéről több olyan emberrel ott átsorogva és nézve a tömeget, több emberrel találkoztam, akik kevésbé ismerik a mi térségünket, és amikor
a megnyitó után az első sváb énekkar is, vagy tánckar is felment a színpadra, akkor mondtam, na látjátok, ez Mohács egy sokac népszokás, amiben a svábok ugyanúgy részt vesznek, és minden mohácsi részt vesz ebben a népszokásban, és beszéltem nekik arról a szoborcsoportról, ami ugye ott van a hivatal előtt, és egy horvát, egy német és egy magyar népviseletbe öltözött hölgyet szimbolizál ez a szoborcsoport. Ez Mohács is, ez a mi térségünk, ez a sokszínű gazdag örökség, sok nemzetiség egymás mellett élése tart minket egy kicsit, én azt gondolom, hogy följebb, mint az ország másik részén. Ez a sokszínűség, szépsége, amiben mi élünk. Ezt a békét és nyugalmat őrizzük meg a következő évekre, évtizedekre, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Remélem a nagyhatalmak is meghallják, egyszer a Boly TV hangját is képviselik ezt a gondolkodást. Én köszönöm a lehetőséget.